szépség és a szörny. Hello mindenkinek, sziasztok! A Szépség és a Szörnyetek volt gyerekkorom kedvenc rajzfilmje. A sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint ez volt az első animációs film, amit a legjobb filmek között jelöltek az Oscar-díjon, tehát az élő szereplős filmek között jelölték az animációs filmet. Ez nagy szám volt. Imádtam, hogy Belle végigszáll az egész falon a könyveivel, és mindenkit elkápráztat. Engem is elkápráztatott. A napokban mutatták be Magyarországon a legendás rajzfilm élőszereplős változatát Emma Watson főszereplésével, ezért arra gondoltam, hogy egy kicsit utána járok ennek az egész történetnek, és elmesélek néhány olyan dolgot a Szépség és a Szörnyetek sztoriról, amit esetleg nem tudtatok még. Először is ugye a Szépség és a Szörnyetek sztoriát elég sokan egy az egyben a Walt Disney Pictures-nek tulajdonítják, pedig ez nincsen így, ugyanis ez egy nagyon-nagyon régi, ráadásul európai mese, népmese ment ennek az egésznek az alapja. A népmese első változatát 1740-ben Franciaországban jegyezték le, de hát rengeteg verzió született, többek között Benedek Elek, ami nagy mesélőnk is írt belőle egy verziót a Róla címmel, szóval a Disney Pictures-é is csak egyetlen egy verzió a rengeteg közül. Az ősi mese egyébként nagyon sok ponton eltér a most ismert verzióval, például nincsenek benne sem bútorrá, csészikévé, vagy pedig gyertyatartóvá változtatott emberek. Gaston sincs, ez a szexista karakter sincsen benne az eredeti régi verzióban, viszont Belle-nek van kettő nővére, akik eléggé irigyek rá a szépsége miatt, és hát meg is akarják etetni a szörnyel. Szép család. Most jön az igazi érdekesség, amit a Wikipédián böngészve sem igazán lehet megtalálni. Engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy egy irodalmi műnek mi az alapja, mi ihlette annak a megszületését, vagy éppen ki ihlette annak a megszületését, és bizony a Szépség és a Szörnyeteknek is van egy nagyon-nagyon ősi múltra visszatekintő alapja, mégpedig egészen az 1500-as évekig kell azért visszamennünk, hogy ezt felfedjük. Tehát gyakorlatilag 200 évvel az első lejegyzés előttre kell visszaidőgépeznünk magunkat. Az igazi szörnyet Petrus Gonzalvusnak hívták, és egy úgynevezett hippotrihózis nevű betegségben szenvedett, ami azt eredményezte nála, hogy csak nem az egész testét szörnyűtte be. Petrusnak nem volt eltorzult feje, meg agyara is nem voltak. Ez a genetikai betegség egyébként Gonzalvusnak az egész életét meghatározta nyilvánvalóan. Tenerifén született, és a családja gyakorlatilag ketrezbe zárta, és nyers húson táplálta, mint valamiféle vadállatot. Gonzalvus korán sem királyi sar, viszont volt kapcsolat a királyi családdal, amikor II. Henriket trónra ültették, akkor a családja neki ajándékozta koronázási ajándék gyanánt. Ez egy elég szomorú történet egyébként. Viszont innen azért valamennyire barátságosabb a történet, ugyanis II. Henrik jó szívűnek bizonyult, kiengedte a fiút a ketrecből, és elhatározta, hogy tanítatni fogja. Ennek eredményeképpen Petrus gyakorlatilag 3 nyelven tudott beszélni, írni és olvasni, ami azért elég nagy szám. Amikor a második Henriket meggyilkolták, akkor Gonzalvus, az özvegy királyné Katalin birtokába került, aki arra jutott, hogy összeházasítaná a szörnyet, arra volt egyébként ő kíváncsi, hát ez mondjuk nem annyira szimpatikus, hogyha a szörnyet egy igazi szépséggel házasítja össze, akkor abból a frigyből, abból a kapcsolatból vajon szörny gyerekek születnek-e, vagy pedig abszolút hogy normális gyerekek szörny nélkül a testükön. Kiválasztotta az egyik királyi szolga lányát, Catherine-t, aki viszont csak az esküvő napján találkozhatott Gonzalvusszal. És képzeljétek el, ez ugyan egy kényszerből született házasságként indult, viszont állítólag Gonzalvus intelligenciája annyira legyenyűgözte Catherine-t, hogy egészen belé szerelmesedett. Összesen egyébként 7 gyermekük született, ebből 4 örökölték az apjuk betegségét. A család bejárt egész Európát, végül Olaszországban telepedtek le, több festmény is megörökítette őket, de képzeljétek el, hogy csak az apjuk betegségével született gyerekeket festették le, mert a többiek nem számítottak kuriózumnak. A pár több mint 40 évig élt házasságban, és hát a hírük elterjedt egész Európában, és hát ők ihlették, ahogy mondtam, a Szépség és a Szörnyetek sztoriát, ami ugye azt mutatja be az emberiség számára, hogy a külső az nem minden, és az igazi értékek a belsőben rejlenek. Ez egy igazi szerelmi történet Catherine és Petrus között, ami tényleg nagyon-nagyon szívdobogtató.
Ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, vagy többet, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan újabb és újabb videókkal érkezem hozzátok. Pá! Oh.